Szeretettel köszöntök mindenkit, ebben a videóban egy túrós pogácsát fogok készíteni. Szükség lesz hozzá 10 deka finom lisztre, 15 deka teljes kiölésű lisztre, 25 deka vajra, 25 deka túróra, 15 g friss élesztőre, 8 g sóra, 1 tojás sárgájára és 1 egész tojásra a kenéshez. A kétfajta lisztet kimértem egy tálba, belemorzsolom az élesztőt. Ez egy gyúrt omlós tészta, nem kell az élesztőt felfuttatni hozzá. Egyszerűen csak morzsoljuk bele. Majd adjuk hozzá a vajat, és egy kicsit gyúrjuk össze. Utána hozzáadhatjuk a tojássárgáját, a sót, és a túrót. A masszát alaposan dolgozzuk össze. Amikor már szépen egybeáll, csomagoljuk be fóliába, és egy 20-30 percre helyezzük hűtőbe. Ha kivettük a hűtőből, nyújtsuk ki téglalap alakúra. Vékonyra kinyújtottuk, a fél oldalát kenjük meg tojással, majd hajtsuk rá a tészta másik felét. Ez a massza egy kicsit rátapadt a szilikonlapra, ezért nyújtás előtt érdemes vékonyan olajjal megkenni a szilikonlapot. Az így kapott tészta részfelét szintén lekenjük tojással, majd erre is ráhajtjuk a másik oldalát. Kicsit nyújtunk még a tésztán. Tetejét szintén lekenjük, és tetszés szerint szórhatunk rá reszelt sajtot vagy magvakat. Én most lemmag és szezámmag keverékét tettem a tetejére. 4 cm átmérőjű pogácsa szaggatóval formázunk belőle köröket. Az így kapott pogácsákat helyezzük sütőpapíros tepsire, és tegyük előmelegített sütőben, ahol 200 fokon, körülbelül 20-25 perc alatt süssük készre. Remélem tetszett ez a videó, és kedvet kaptatok a kipróbálásához. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!